Magyarország kormánya támogatja, hogy a Hódmezővásárhelyi Ipari Park 100 hektárral növekedjen. Erre a kormányhatározat meg is született. A Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő ZRT pedig 2,5 milliárd forintot meg is kapott ennek a célnak az első ütemére. A fejlesztés, illetve a területek megvásárlása, az infrastruktúra fejlesztés még ebben az évben el fog kezdődni. Miért fontos az ipari park? Azért fontos ez a hely, mert ebben a parkban 117 vállalkozás működik. Ez a 117 vállalkozás több mint 3500 főt foglalkoztat, és éves szinten mintegy 1,1 milliárd forintnyi helyi adóval támogatja a város működését. 2014 óta az itt működő vállalkozások 12.000 négyzetméternyi új csarnokot, raktárat építettek. Ez is mutatja, hogy a vállalkozások nagyon jól prosperálnak ebben az ipari parkban. Ahhoz, hogy ez még jobban tudjon működni, természetesen Hódmezővásárhely önkormányzata is támogatását biztosítja több területen. Valószínűleg már önök is ismerik a területi operatív programot, amelynek keretében a legnagyobb beruházás, az úgynevezett keleti elkerülő út, aminek az építését idén tavasszal is fogjuk kezdeni. Ez a 47-es út északi csomópontját fogja összekötni közvetlenül az ipari parkkal, ezáltal a helyi vállalkozások, az itt működő vállalkozások számára egy sokkal jobb, gyorsabb, stabilabb és biztonságosabb logisztikai összekötetés fog tudni biztosítani északi, illetve keleti irányba. A területi operatív programból ezen túl infrastruktúra fejlesztés is történik az ipari park területén. Itt elsősorban új utak épülnek, utak lesznek felújítva, közvilágítás épül ki, és a legfontosabb, az én tapasztalatom szerint, az itt megtartott vállalkozói fórumok tapasztalata szerint, valamint az itt működő cégek vezetővel való egyeztetés szerint, a legfontosabb infrastruktúrális hiányosság az internet. Az a legfontosabb, hogy ezek a cégek megfelelő munkaerőt kapjanak, és ők megfelelő szakképzésben részesüljenek. Ezért a város különösen támogatja a Hódmezővásárhelyi szakképzési intézményeket, a szakképzési intézmények fejlesztését, korszerűsítését. El kell mondani azt, hogy a Hódmezővásárhelyi szakképzési centrum maga is pályázatokat nyújtott be. 2014 óta több mint 900 millió forintot nyertek különböző eszközfejlesztésekre, képzésfejlesztésekre, illetve infrastruktúrális fejlesztésekre. Még ebben az évben elkezdődik a Karmás Zsigmond szakképző iskola, az Ötvös József szakképző iskola és a Cseresnyés kollégium teljes felújítása, így minden feltétel meg lesz Hódmezővásárhelyen a szakképző intézmények számára, hogy magas szintű, jól képzett szakembereket tudjanak kibocsájtani az ajtajukon. A Modern Városok program és a gazdaságfejlesztési programok lényege az, hogy a vállalkozások számára támogatást biztosítson. Hétfőn Brüsszelben jártam, ahol a következő évtized költségvetési kérdéseiről beszélgettünk részben minisztertársaimmal, részben a fórumon olyanok is részt vettek, mint az osztrák új európai ügyi miniszter, vagy a német külügyminiszter, vagy Monti, a korábbi olasz miniszterelnök. Teljesen világos az, hogy a következő években Európában és Magyarországban az emberbe fogunk a legtöbbet investálni, hiszen Európa számára a munkaerő jelenti a legfontosabb versenyképességi előnyt, ezért nagyon fontosnak tartom a vállalkozások támogatását, részben, hogy többet tudjanak fizetni, részben, hogy a szakképzett munkaerő számára a gyakorlati képzést lehetővé tudják tenni. Mindezek jegyében támogattuk a vásárhelyi elképzeléseket. A Vásárhelyi Városfejlesztési Program, amelyet a kormány szerződéssel támogatott, fő célkitűzése, hogy minél több munkahely legyen Vásárhelyen, mindenki tudjon dolgozni, és az emberek a munkabérből megéljenek. Ez a kormány célkitűzése is. Ezért dolgoztunk az elmúlt 7,5 évben, és ha bizalmat kapunk, ezért fogunk a következő időszakban is tevékenykedni. Még annyit szeretnék megjegyezni Hódmezővásárhelyiként, hogy a 2018-as esztendő legfontosabb eredményét fogjuk abszolválni, amikor végre elkészül a vásárhelyi körgyűrű. A kormányzat kiemelt programjaként 2018 tavaszán átadásra kerül a 47-es elkerülőút, amelynek észszerű folytatása ennek az útnak a meghosszabbítása, amiről a polgármester úr beszélt, a keleti elkerülő formájában, ami azt jelenti, hogy a 47-es az elkerüli a várost északi irányból is, Szeged irányába, de el fogja kerülni keleti irányban is. Ez napi 20 000 darab járműtől szabadítja meg Hódmezővásárhelyt, ami jelentősen hozzájárul majd az életminőség javulásához, hiszen csökken a légszennyezés, csökken a por, zajártalom, csökken az a környezeti teher, amit ez a napi átmenő 20 000 darab jármű jelent.